Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Oltási akciónapok januárban, a csütörtök, péntek és szombati napokon is regisztráció nélkül kérhető a vakcina. Utcafelújítások Pakson, 3 terület korszerűsítése kezdődik meg hamarosan kormányzati forrásból. Jogszabályi változások a felnőtt képzésben, ingyenesen és gyorsabban lehet elsajátítani a szakmákat. Segíts, hogy segíthessenek! Gyűjtést szerveznek a bátorszéki tűzoltóság fennmaradásáért. Oltási akciónapokat tartanak egész januárban országszerte. Csütörtökönként, péntekenként és szombatonként, így előzetes regisztráció nélkül kérhetőek a vakcinák, csupán meg kell jelenni az erre a célra kijelölt oltópontokon. Szerázzuk néhányszor. Alapos előkészítés az oltás beadása előtt. Ezek a felvételek tavaly november elején készültek. Akkor rendeltek el először olyan alkalmat, amikor online regisztráció nélkül is fel lehetett venni a koronavírus elleni vakcinát. A program már a kezdéskor is nagyon sikeres volt. Védi az embert. Hát azért kell begyűjteni injekciókra. Akkor mindig el kell az orvoshoz menni. Bár én ritkán voltam orvosnál. Az oltási akcióhetek után januárban csütörtökönként, péntekenként és szombatonként oltási akciónapokat is tartanak az egész országban. Ez azt jelenti, hogy a vakcina felvételéhez most sem kell majd regisztrálni, hanem elég egyszerűen megjelenni a kórházakban és a házi orvosi rendelőkben kijelölt oltópontokon a védettséget biztosító készítmények megkapásához. Január minden hétvégéje, csütörtök, péntek, szombat, napok, oltási akciónapok lesznek, amikor az a lehetőség áll fönn, ami a korábbi oltási akció heteken, hogy mindenféle regisztráció nélkül be lehet jönni, és bármelyik hiányzó oltást föl lehet venni annak, aki most szánja rá magát. Csütörtökön és pénteken délután 2 és 6, szombatonként pedig délelőtt 10 és délután 6 óra között lehet oltást kérni. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani, és bárki kérhet ilyet, aki már elmúlt 12 éves, és legalább 4 hónap telt el az előző oltása után. Napjainkban is történtek tragédiák a városban, amikről eléggé nagy számba tudnak az emberek. Oltás nélkül történtek ezek a dolgok, és hát már nagyon sokszor, nagyon sok fórumon elmondtuk, hogy az oltás a megoldás, azt kérnénk szépen mindenki vegye igénybe. Az oltási akciónapok mellett hétfőn, kedden és szerdán továbbra is lehet regisztrációval vakcinát felvenni idehaza. 6454 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.276.433 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 3101 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 307-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.273.000-en kaptak. Tolna megyében 133 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 26.934-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Újabb 3 forgalmas és rossz állapotban lévő utcát újítanak fel Pakson kormányzati támogatásból. A település önkormányzata 294 millió forintot nyert el a programra, így a Kálvária, a Gábor Áron és a Kápolna utcák rekonstrukciója kezdődik meg hamarosan a városban. Nagy a forgalom a kátyúkkal teli Kápolna utcában, ahol toldozott-foldozott az útburkolat. Itt 2021 évvégén lett átadva a felújított bölcsöde parkolóval, de az út és a járda is megérett a rekonstrukcióra, a körforgótól a zsíros közkereszteződéséig. Ez most megvalósulhat másik 2 utcafelújítással együtt, jelentette be sajtótájékoztatón Paks polgármestere. A tavalyi év végén Magyarország kormányának köszönhetően, tehát kormány támogatásnak köszönhetően 294.745.800 forintot nyert el Paks város önkormányzata útfelújítás céljára.
A Kápolna utca mellett a Kálvária és a Gábor Áron utcák is megújulnak kormányzati forrásból. Az utoljára mintegy 30 éve aszfaltozott és igen forgalmas Kálvária utca fontos gyűjtőpontként szolgál a városban, hiszen az Öreghegy és a Malomhegy, valamint az Óváros közötti igen nagy forgalmat bonyolítja le mindkét irányba. Itt az útburkolat mellett a járdát, a kapubejárókat és a temető melletti parkolókat is felújítják. A felújítás során egyébként majd az aszbeszt ivóvízvezeték cseréjére is sor fog kerülni, hiszen az elmúlt időszakban nagyon gyakori volt sajnos, hogy itt csőtörésekre került sor. Egyébként a házi bekötésekkel együtt fog sor kerülni a cserére. A 330 méter hosszú Gábor Áron utcát a 80-as években társadalmi munkával alakították ki betonlapokból, így most az is aszfalt burkolatot kap. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően mindhárom utcában tavasszal kezdődhetnek meg a munkák. A családi adó visszatérítés kapcsán 835 ezer nyilatkozat érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz tavaly. Ennek 81%-át online töltötték ki, és 132 ezer pedig papír alapú dokumentum volt. 140 ezeret az év utolsó 5 napjában küldtek vissza. Azok, akik ezt így vagy úgy, de még 2021-ben megtették, február közepén kaphatják vissza adóforintjaikat. Akik azonban ezt elmulasztották, később az adóhivatal által elkészített bevallási tervezetben, vagyis az SZIA bevallásban még igénybe vehetik az adó visszatérítés lehetőségét. A jogszabályváltozások miatt gyorsabban és rugalmasabban lehet elsajátítani szakmákat. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Szekszárdi Ady Endre Technikum és Kollégiumban számtalan lehetőség közül választhatnak azok, akik újabb hivatást szeretnének tanulni. A szépészeti és építőipari képzéseken túl lehetőség van a gépészet és az informatika területén is megbízható, versenyképes tudást szerezni. A szakképzés és a felnőtt képzés rendszere jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi időben. Nagyon sok lehetőség nyílt a felnőttek oktatására és képzésére. Ennek köszönhetően az a nagykorú jelentkező, aki alapfokú iskolai végzettséggel vagy érettségivel rendelkezik, a már megszerzett tudását kamatoztatni tudja egy következő szakma elsajátításakor. A már megszerzett tudást ugyanis beszámolják, és ez akár a képzési időt a 40%-ára is lecsökkenti. Nyilván a felnőtteknél az elsődleges szempont, hogy gyorsan történjen a dolog, tehát az idő egy nagyon fontos szempont, nyilván a minőség és a tudásanyag megtartása mellett, illetve az is, hogy ez kerül-e pénzbe vagy nem. Egy olyan felnőtt, aki az oktatásra jelentkezik, az általában dolgozik más munkahelyen. Nyilván ezt az oktatást nem mi figyelembe vesszük, és a délutáni, illetve a hétvégi időpontok vannak előnyben részesítve a felnőttek oktatásában. Aki munkahelye rendelkezik, elsősorban a hétvégi időpontokat szokta választani. Ha a felnőttek képzését egy-másfél éves időtartamra le lehet csökkenteni egy szakmán belül, akkor ez versenyképes lehet a piacon, mondta Juhász Gábor. A képzések ingyenesek, hiszen az új rendszerben két szakma és egy szakképesítés térítésmentesen szerezhető meg. Teljesen vegyes képzési kínálatot tudunk felmutatni, hiszen a szépészeti képzésben most indult egy újabb felnőtt csoport, ahol a kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus, illetve a fodrász jelenik meg. Ide még a jelentkezéseket még mindig tudjuk fogadni, tehát hogyha valakit ez érdekel, akkor be tud kapcsolódni az egyéves képzésbe, de folyamatban vannak mind céges, mind pedig iskolai képzések, akár a közlekedési területen, akár az elektromosság, villamosság területén is. Azok a felnőttek, akik az Ady Endre szakképzési iskolába szeretnének jelentkezni, ha figyelik a honlapot és az iskola Facebook oldalát, akkor aktuálisan naprakész információval rendelkezhetnek a képzéseket illetően. Tavaly 132.205 import használt személyautó került forgalomba Magyarországon, ami 1,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, miközben az eladott új autók száma nem érte el a 2020-as adatokat. A használt autó behozatala különösen a második fél évben volt aktív, 6%-kal több ilyen járművet hoztak be akkor 2020 második feléhez képest. Az ellátási zavarok miatt az új autókereskedők a második fél évben már képtelenek voltak kielégíteni az időközben megerősítő keresletet, ezért az ilyen igények egy része kényszerűen használt autópiacon jelent meg. Ennek eredményeképpen 2021 második felében Magyarországon 21,5%-kal több használt autót helyeztek forgalomba, mint újat.
Az évszakhoz képest szokatlanul meleg idő miatt már ezekben a napokban országszerte több helyen megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, illetve a citrus és a tiszafa félék pollenje, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Tájékoztatásuk szerint ezek koncentrációja jellemzően még az alacsony szinten mozog, kivéve a mogyoróét, amely egyes térségekben az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet is elérheti. Fontos, hogy az erre érzékenyek figyeljenek a megelőzésre és a tüneteik enyhítésére. A katolikus egyház január 6-án ünnepli a vízkeresztet, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepét. A kereszténységben vízkereszt napja a 4. század elején vált liturgikus ünneppé. Három eseményre emlékeztet: a napkeleti bölcsek imádására, Jézus megkeresztelkedésére a Jordán folyóban és Jézus első csodájára, melyet a kánai mennyegzőn mutatott be. Vízkereszthez kapcsolódóan különböző népszokások alakultak ki. Szokás volt a szentelt víz hazavitele, melynek gyógyító hatást tulajdonítottak. Megitatták az állatokat, magukra locsolták, a bölcsőre hintették, vagy a ház akár földjét is meglocsolták vele. Az ünnephez kötődő szokások közül ma már csak az él, hogy ekkor szokás leszedni a karácsonyfát. A megszűnés fenyegeti a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságot. A megemelkedett bérminimumok, a dologi kiadások növekvő költségei és az infláció miatt közel 60 millió forintra emelkedett a szervezet éves költségvetése. Az állami támogatás és a 6 érintett település önkormányzata által nyújtott éves hozzájárulás sem éri el ezt az összeget, így a közel 140 éve működő egyesület a lakosság és a környék vállalkozóinak segítségét kéri. 210 négyzetkilométeren több mint 11 ezer ember élet és vagyonvédelmét látja el a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság 2006 óta. Azonban az önkéntes egyesület már 1883-ban 26 fővel megalakult, és azóta töretlenül működik. De ki tudja még meddig, most ők vannak bajban, és a lakosság segítségét kérik. Itt a garantált bérminimumra való felzárkóztatás, illetve a minimál béremelés a költségvetésben jelentős terhet ró, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nem biztosított az idei éves költségvetésünk, mint egy 8-10 millió forint az, ami hiányzik a költségvetésünkből. Ha nem sikerül összeszedni a működéshez szükséges összeget, akkor az a köztestületi tűzoltóság megszűnését is jelenthetné, tette hozzá a parancsnok. Bátaszék, Báta, Alsónyék, Pörbőj, Mórágy és Bátaalpáti lakosságának védelme válna ezzel bizonytalanabbá. Az érintett önkormányzatok 60%-kal emelték meg azt az összeget, amivel évente támogatják a tűzoltóságot, de a béremelések, az infláció és a dologi kiadások megemelkedése miatt így sem tudják fedezni az éves költségvetésüket. Bátaszék polgármestere a lakosság segítségét kéri. Kérjük Bátaszékváros lakosságát, vállalkozóit, hiszen azt gondolom, hogy a tűzoltóság tényleg olyan feladatot végez el a város teljes területén, ami életünket és biztonságunkat védi, hogyha és amennyiben lehetősége van, egy közzétett adományozási számlára lehetőségei szerint adjon támogatást, hogy stabilizálni és működtetni tudjuk a tűzoltóságunkat. Ezt egyébként megteszik a társtelepülések önkormányzatai, tehát ott is meghirdetjük ezeket az akciókat. Ha nem lesz Bátaszéken tűzoltóság, akkor jóval messzebbről, Szekszárdról, Mohácsról vagy Bajáról érkezik majd a hivatásos szerv a környező településeken történő káreseményekhez. Bár uniós előírás, hogy 15 perc alatt ki kell érniük a helyszínre, ezekben az esetekben egy perc is sokat számít. Segítsünk, hogy segíthessenek! Regionális híreink következnek. Sikeres év van Pécs mögött, értékelt a város parlamenti képviselője. Az okos otthon veszélyei, nemzetbiztonsági versenyt nyert egy nagyatádi diák. Egész hónapban közlekedik a jármű, karácsonyfa gyűjtő járat indul Pécsen.
Sikeres volt 2021 Pécsen is, ezt bizonyítják a városban megvalósuló fejlesztések, a betelepülő cégek. Miközben az önkormányzatot is segítette a működésben a kormány, a hazai gazdasági sikerekből Pécs is kivette részét, a növekedésből pedig rég nem látott jóléti intézkedéseket finanszírozhat a kormány. Az elmúlt évet értékelte Pécs országgyűlési képviselője. Hogyan fejlődött Pécs 2021-ben? Milyen beruházások, projektek voltak a Baranyai megyeszékhelyen, amelyek az itt élőknek hasznosak? Erről beszélt a város országgyűlési képviselője. A baloldali városvezetés ügyetlenkedéseinek és veszekedéseinek ellenére egy sikeres évet tudhatunk magunk mögött, hiszen dacára a koronavírus világjárvány körülményeinek a pécsi fejlesztések egészen magas szintre emelkedtek. Ez részben a városba betelepülő multinacionális nagyvállalatoknak köszönhető, akik a kormány támogatásával Pécset választották gyáruk helyszínéül. Dél-Koreai és japán befektetők kezdték meg működésüket a déli ipari parkban többek között tavaly, mondja a képviselő. A Pécsi Egyetem is jelentős forrást kapott a kormánytól a fejlesztéseihez, de még az önkormányzat is jól járt 2021-ben a politikus szerint. Jól járt harmadik képviselőként a pécsi önkormányzat is, hiszen a Covid-járvány miatt kiesett bevételeinek 100%-át kompenzálta a kormány 2 milliárd 50 millió forint mértékben. Kimagasló gazdasági fejlődést ért el az ország 2021-ben, mondja a képviselő. Ebben benne van a baranyaiak, pécsiek teljesítménye is. Mindenki oda tette magát, és ebben Pécs is jeleskedett, hogy a cégek teljesítménye, az emberek munkája segítsen kilábalni a 2020-as COVID következtében bekövetkezett világ gazdasági válságból. Ezzel egy olyan nagy mértékű gazdasági növekedés következett be, 6%-ot meghaladó gazdasági növekedés, ami lehetőséget adott arra, hogy idén, 2022-ben az idősek is rendkívüli támogatásban részesüljenek, hiszen a teljes 13. havi nyugdíjat egy összegben, februárban meg fogják kapni. A családosok pedig visszakapják a befizetett adójukat, miközben idéntől nem kell a 25 év alattiaknak személyi jövedelemadót fizetnie. Ez az elért gazdasági növekedésnek köszönhető. Ez a siker folytatódhat Pécsen is a polgári kormány segítségével, hiszen a baloldali vezetés ellenére is jelentős forráshoz juthatott a város a fejlesztésekhez, mondja a képviselő. Egy nagyotádi diák nyerte meg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat középiskolások számára kiírt kiberversenyét. Márkus Marcell kisfilmje az Okos Otthon kategóriában hozta el az első helyezést. Ezt a jelenetet egyébként különösen nehéz volt felvenni a kocsiban. Tehát nem is gondolna rá az ember, hogy milyen nehéz egy autóban forgatni, úgyhogy a hang is jó legyen, a kép is jó legyen, főleg, hogyha valaki beszáll, kiszáll, akkor nem mozduljon be. Úgyhogy ez különösen kihívást jelentett. Több héttel az eredmény hirdetés után is hatalmas lelkesedéssel meséli díjnyertes pályamunkájának kulisszatitkait Márkus Marcell. Kihasználva eljátszott, hogy Robert 83, és kidőbb manapság egy phishing támadás. Jó, ez engem nem érdekel. A lényeg, hogy működjön. Működni is fog, hidd el. Ajánlom is. Várjál, mégiscsak érdekelne. Hogy tudtad ezt mind összehozni? A történet főszereplői egy család tagjai, akik tévénézés közben egyszer csak azt tapasztalják, hogy okos otthonuk önálló életet él. Mindeközben a néző számára egyértelművé válik, ez nem véletlen. Egy rivális cég vezetője áll a háttérben, hogy a háziak számítógépéről üzleti adatokat lopjon el. Nekem is van okos otthonom, és mindig is foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha ezeket az eszközöket valaki ellenünk fordítja, mivel jelentős veszélynek vagyunk kitéve általuk. Manapság már nem csak a telefonok okosak, nem csak a tévék, hanem a robotporszívók, légtisztítók, de akár a nyílászárók is. És hogyha ezeket egy támadó kihasználja, nagyon súlyos károkat tud okozni nekünk. A videós pályázatot kiíró Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének fő célja az volt, hogy ráirányítsa a fiatal korosztály érdeklődését a kibertér kihívásaira. Fontos volt, hogy az IT-biztonsági, tudatossági, szakmai jellegű üzenete, hitelessége mennyire áll magas szinten. Továbbá nyilván az ilyen pályaműveknél értékelik a megvalósítás ötletességét is. Ezen kívül pedig technikai jellegű kritériumoknak is meg kellett felelni a pályaműveknek, tehát képminőség, hangminőség, a vágás minősége,
illetve a felirat esetén annak a helyes időbeli kódolása is szempontot jelentett az értékeléshez, és a nagyetemi diák ezen szempontrendszerek összessége alapján megérdemelten nyerte meg az első helyezést. Somogy megyét egyedül a nagyatádi diák képviselte a kiberversenyen. A legjobb alkotásokat, amelyek megtalálhatók a Nemzeti Kibervédelmi Intézet YouTube csatornáján, a szervezők értékes tárgynyereményekkel díjazták. Idén is közlekedik a karácsonyfa gyűjtőjárat Pécsen, január 6-a és 31-e között a megszokott hulladékszállítási napokon. Egy erre a célra rendszeresített gép gyűjti be a növényeket. Fontos, hogy a díszektől, izzóktól, karácsonyfa talptól és szeméttől mentesen helyezzék ki a fákat. A fenyők ugyanis a hőerőműbe kerülnek, ahol feldolgozás után fűtőanyag lesz belőlük. A karácsonyfáktól hagyományosan január 6-án vízkeresztnapján válnak meg az emberek. Éppen ezért ettől a naptól indul el Pécsen a gyűjtőjárat. A kifejezetten erre a célra kialakított járművekkel a hulladéktároló mellé kihelyezett fákat gyűjtik be a Dielkom Nonprofit Kft. Munkatársai. Fontos, hogy a fenyőket ezt mindenféle hulladék nélkül kerüljük kihelyezni a hulladékgyűjtő edények mellé, tehát se karácsonyfatalp, se dísz, se egyéb hulladék, tehát például a cukorpapír az ne maradjon rajta, illetve még annyit kérünk, hogyha a fa az másfél méteresnél magasabb, akkor lehetőség szerint ketté vágva helyezzék ki a lakók az edények mellé, ezzel is megkönnyítve az elszállítást. A jármű a szokásos hulladékszállítási napokon közlekedik majd a megyeszékhely minden pontján. A fenyőket egyébként az Eperfás úti, a Zöld pont és a Pécs 1-es hulladékgyűjtő udvarokba is el lehet vinni, de a rendszeresített járat a hónap végéig még összegyűjti a növényeket. A gyűjtőjárat január 6-ától január 31-ig fogja járni az utcákat, és a korábbi évekhez hasonlóan a pécsi hőerőműbe fognak ezek a fák kerülni, ahol a biomassa blokkban el fogják égetni majd őket. Az előző években egyébként mintegy 35-40 tonna fát gyűjtöttek be a szakemberek. A hőerőműben ezután felaprítják a növényeket, majd fűtőanyag lesz belőlük. Ez a mennyiség körülbelül 85 távfűtéses lakás egy havi hőigényét elégíti ki Pécset. Érdekesség, hogy minden évben közel 2 millió karácsonyfa kerül a szemétbe, amiből 10 millió lakás fűtését lehetne biztosítani. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer, röviden. Oltási akciónapok januárban, a csütörtök, péntek és szombati napokon is regisztráció nélkül kérhető a vakcina. Utcafelújítások Pakson, 3 terület korszerűsítése kezdődik meg hamarosan kormányzati forrásból. Jogszabályi változások a felnőtt képzésben, ingyenesen és gyorsabban lehet elsajátítani a szakmákat. Segíts, hogy segíthessenek, gyűjtést szerveznek a bátorszéki tűzoltóság fennmaradásáért. Pénteken a hajnali fagyos időt követően napközben is csak pár fokkal emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Napsütéses, csapadékmentes idő várható gyenge vagy mérsékelt légmozgással. Késő délután, este és éjszaka délnyugat felől eleinte mérsékelt, majd erőteljesebb felhősödés várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel válik Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!